Moldvai zenét is hallhattak azok, akik beültek a Kolompos Együttes koncertjére, akik 1991-től muzsikálnak gyerekeknek. Hú, mi ezt a műsort szeretjük a legjobban. Az az igazság, hogy ilyenkor mi megpróbáljuk a teljességet megmutatni, a kotyolástól kezdve a betlehemes játékig, de közben van még lucaboszorkázós játék is, úgyhogy majdnem mindent meg tudunk mutatni. Hát sajnos a legtöbbször valamit ki kell hagyni, mert egész egyszerűen össze is kell ismerkedni a gyerekekkel, játszani is kell egy kicsit, és csak utána lehet ilyesmiket megmutatni. De mondom, ez a legkedvesebb, mert ebben annyi játék, annyi szépség, annyira kedves is, a karácsonyi hangulatot előlegezi, tehát nagyon szeretjük. Óvodások, alsó tagozatosok énekeltek, mutogattak együtt a zenekar tagjaival, de voltak picikék itt, akiket még a szüleik höcögtettek, ringattak a dalok ritmusára. Tulajdonképpen nagyon sokszor nem is találkozunk mi még a gyerekekkel, de a CD-inken keresztül már ismernek minket, és valahogy azokat sikerült olyanra alkotni. Elképzelhető, hogy a szeretet, meg egyféle érzék a gyerekekhez, az alkotta úgy a CD-ket és ezeket a számokat, hogy már őket megfogja már ez is. Utána természetesen, ami minden gyereket megfog, a játékosság, a vidámság, egy kis bolondozás, egy kis közös tánci, hát ezek azok, amivel talán a lényeget is tudjuk, azt, hogy egy kicsit ezt a mi régi, gyönyörű, szép kultúránkat valahogy az ő kis személyiségükbe, a kis tudatukba belevisszük. Néhány szokást el kell mesélni a bemutatás előtt, de ugyanígy egy-egy dalszöveg szókincse is magyarázatot kíván a gyerekek részéről. Meg kell találni, hogy hogyan. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mit játszunk, egyáltalán nem mindegy, hogy mit énekelünk, és hogy mit mondunk. És ez egy nekünk is egy hosszú folyamat volt, mire mi igazából megtanultuk. Annak ellenére, hogy ahogy említettem, van egyféle érzékünk a gyerekek világához, de mégis, mikor szabad mondani valamit, mikor nem szabad egy szót sem, mert éppen tapsikolnak, és örülnek, és sikongatnak, akkor nem szabad mondani semmit. De ugyanez van a szövegekkel, tehát nagyon fontos. Nem értik a szöveget. Tehát mi csodálkoztunk, hogy volt egy olyan dalunk, hogy repülj, madár, repülj, és mi nagyon szerettük, de éreztük, hogy egy perc múlva zizegnek a gyerekek. Még nem kitaláltuk, hogy előre elmondjuk, hogy miről szól ez az egész. Hosszabb összeállítást a Kolompos Együttes műsoráról a Múzsában, kulturális magazinunkban láthatnak majd.